Köszöntjük kedves nézőinket, ez itt az Élővíz januári adása. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartanak. Két nagyobb témával készültünk erre az adásra. Az egyik egy aktuális téma, 16. Benedek pápa december végén hunyt el. A néhai pápa örökségéről beszélgetünk Görbe László pialista atyával. Dr. Kishonti Roland kecskeméti származású gyermeksebész tavaly díjazta a Város a Város Kulcsa kitüntetést vehette át szolgálatáért. Ő gyermekeket gyógyít Afrikában, szolgál már évek óta a Focolari mozgalom tagjaként. Őt kérdeztük arról, hogyan tudja megélni és valóságá váltani életében és szolgálatában, hivatásában az evangéliumot. Tartsanak velünk! Betölt minket. 16. Benedek pápa igen közeli munkatársa volt II. János Pál pápának. Mennyiben vitte tovább a lengyel pápa örökségét, és mennyiben újította azt meg? Nyilván egy pápának a megnyilatkozásai, feladata és egyáltalán a stílusa az mindig a személyiségét és magával hozza, és ez is megjelenik benne. Második János Pál egy karizmatikus, embereket megszólító, emberekhez nagyon közel levő, és úgy is mondhatnám, hogy a média által, hadd fogalmazzam, mindig pozitívan kezelt személyiség volt, és ilyen értelemben rengeteg új dolgot indított el. És mint közeli munkatársa tulajdonképpen Ratzinger bíboros volt, aki a hittani kongregáció élén hát igyekezett, és minden nap találkozott, vagy minden héten találkozott II. János Pállal, vagy Szent II. János Pállal, hogy most mondjuk, hogy a beszédeibe mindig a katolikus hitnek a pontosan megfogalmazott szövegét mondja el a Szent Atya. Ratzinger bíboros, mikor pápa lett, akkor egyik talán, amit úgy is mondhatnánk, hogy nem lett a sajtó kegyeltje, hanem igyekeztek, akár tetszik, akár nem, folyamatosan botrányokat kelteni bizonyos területeken az ő pápasága elleni. Ugyanakkor ő egy tudós egyéniség volt, és ezt a tudós egyéniséget vitte bele a pápaságába, de minden olyan, hadd fogalmazzam, II. János Pál által megint elindított kezdeményezést, ami az egyház életében fontos volt, azt tovább vitte, gondolk itt a családok találkozójára, gondolk itt az ifjúsági találkozókra, gondolok az utazásokra, vagy akár az ökumenikus közeledésre, vagy a zsidók és a keresztények közeledésére, illetve az iszlám és a kereszténység közeledésére, ezeket mind igyekezett továbbvinni a uralkodása alatt. Ugyanakkor minden megnyilatkozása viszont sokkal rövidebb, összefogottabb, tisztázóbb jellegű volt. Melyek voltak 16. Benedek legfontosabb pápai megnyilatkozásai? Ugye a pápai megnyilatkozások közül az enciklikák, illetve az apostoli buzdítások szerepelnek. Ugye mindössze három enciklikát adott ki, a Deus est Caritas, Caritas in Veritate és a Spe Salvi. Ezek általában, mint itt a képen is megmutatjuk, ezek vékony néhány, tehát 20-30 oldalas, és nem 150-200 oldalas, mint a második János Szent II. János Pál által megjelent enciklikák, de ezekre azt gondolom, hogy talán még 100 év múlva, 200 év múlva is hivatkozni fogunk, mert annyira pontosak és tiszták a megfogalmazásai. Egy kicsit bővebbek a apostoli buzdításai, akár a szeretet szentsége, ugye ez az oltári szentségről, illetve az Úr szava az evangélium üzenetéről szóló apostoli buzdítása. A pápai megnyilatkozások mellett több könyvet is szerzett 16. Benedek, vagy még korábban József Ratzinger. Melyek a legfontosabb kötetek, amelyeket tudna ajánlani? Ratzinger bíboros, mint teológus, a 50-es évek közepétől jelennek meg könyvei egészen mindaddig, amíg pápa nem lesz, és ennek keretében ezek a könyvek a hitről iránymutatóak.
ezekből néhány ma is kapható, ami még mint teológusként jelentett meg, akár a hitnek a elmélyítésére, ezek kaphatók a Szent István társulatnál, vagy a Szent István társulattal együttműködő könyvesboltokba. Természetesen a pápai ideje alatt, ami volt, az alatt jelent meg egyetlen komoly műve, ez a Jézus Krisztusról szóló üzenet, ez ugye három kötetben jelent meg. Az első az a Jézus tanítása, a názareti Jézusról szól, a második részben a szenvedése és feltámadása, és a harmadik részben pedig a születéséről foglalja össze. Nem életrajz, hanem igazából a pontos tanítást az evangéliumok alapján, hogy mi az, amit kell tudnunk, és igyekszik nagyon világosan és tisztán, és mégis érthetően megfogalmazni Jézus Krisztus üzenetét, akár a születésétől egészen a feltámadásig. Elhangzott már korábban, hogy egy tudós egyéniség volt József Ratzinger. Egy kicsit, hogyha bővebben tudna beszélni arról, hogy milyen emberi karakter, milyen jellem volt ő. Ratzinger bíboros egy visszahúzódó ember volt. Ugyanakkor nagyon komolyan vette a feladatát, ugye a Szent Officium hivatala, amit betöltött a pápaság előtt egészen 79-től, mikor Szent II. János Pál megkéri a hivatalnak a vezetésére, ami elsősorban ugye annak idején nem éppen pozitívan fogalmazódik meg, ugye az 1200-es években elsősorban az inkvizíció, mint eretneket elítélő. Igazából a maga fogalom azt, hogy tisztázzuk, tárgyaljunk. Ugye másrészt pedig az inkvizíció mindig maximum ítéletet hozott, de kivégezni sose végzett ki senkit, hanem mindig a hatalom csinálta általában a kivégzéseket. Nyilván az ítélet hozatallal ő is hozzájárult, ezt nem tagadjuk, de időnként el is túlozták az inkvizíciónak a szerepét, hiszen én például Galileit eléggé kutattam, mint fizikus, és én tudom, hogy Galileit elítélték ugyan, de sose ítélték mágia halálra, bár ezt mondjuk fizikai érettségi hallgat hallottam, amikor a fiatal felelő mondta, hogy ha halálra ítélték, mikor a történetőben is mondtam neki, hogy hát lehet, hogy te igen, de az inkvizíció nem ítélte halálra, ezt tisztázunk. Visszatérve, tehát egyrészt ő igyekezett rengeteget utazni, és nagyon világosan megfogalmazni azokat a gondokat, amik igazából a hit tisztázásával kapcsolatban szükségesek voltak. Ilyen ügyek voltak például Latin-Amerikában a felszabadítás teológiája, de ugyanilyen ügyek voltak már a Szent II. János Pál idején is meginduló az úgynevezett papi és szexuális visszaélésekkel kapcsolatos kérdéseknek a kivizsgálása. Ezeket ő nagyon komolyan vette és nagyon komolyan végigvitte, hogy ebből akkor nem született bizonyos döntés, az nem ő rajta múlott, hanem másokon múlott. József Ratzingert általában az egyház konzervatív szárnyához sorolják. Ez mennyiben helytálló ön szerint ez a címkézés, illetve mennyiben tudna ezt árnyalni? Ugye annak idején, amikor a második vatikáni zsinat elindult, akkor tulajdonképpen a 12. Pius pápa által vezetett konzervatív katolikus irányzatnak a 23. János pápa által elindított reformját igyekeztek megélni, és ebben a szerepben ő Frings bíboroson keresztül kapcsolódott bele, és Frings bíborosnak, aki akkor körülnérseke volt a teológiai tanácsadója, és rengeteg olyan írása volt és javaslata volt az érseken keresztül, ami igazából akkor haladónak számított. De mindig tudós volt, és ugye az ő kutatási területe igazából az egyház atyák és Szent Ágoston volt, ugye
az egyetemi doktoriát tulajdonképpen Szent Ágoston szemléletéből szerzi meg, és ennek keretében ő mindig visszanyúlt egy kicsit az egyházi hagyományra, és annak a fontosságát hangsúlyozta, de ugyanakkor mindig a tudós pontosságával igyekezett megfogalmazni a hit tanítását, és igyekezett az úgynevezett népszerű, bocsánat, látványos elemeket hát picit kizárni, hogy éppen ezen keresztül ne csusszunk el hát olyan helyzetekbe, amikor nem pontosan fogalmazzuk a keresztény tanítás. Ez volt a feladata, és ilyen értelemben úgy is mondhatnám, hogy kénytelen volt konzervatív lenni. Milyen magyar vonatkozásai voltak 16. Benedek tevékenységének, akár pápasága előtt, akár pápasága alatt? Nagyon érdekes, most került a kezembe a Újember történetével foglalkozó könyv, aminek a keretében adnak egy képet, amelyben az Újember akkori főszerkesztője Lukács László, aki Benedek pápáról írt is egy könyvet, mindenkinek ajánlom, mert viszonylag nagyon jó, és a Leopold Kroncsák, azt hiszem, hogy osztrák néppárti vezető a katolikus haladás érdekében alapított egy díjat, és ennek a nagy díját kapja meg 89-ben Ratzinger, a bíboros a teológiai munkásságáért, illetve Lukács László a Újember szerepéért a katolikus megújulás területén. Nyilván az lap kapja, de ő vett át a... Ugyanakkor szembe kell nézni, hogy Magyarországon, hogy megint egy kicsit történelmet mondjunk eléje, a 1970-es években volt a vietnámi háború. És a vietnámi háború idején az Amerikában elindult egy olyan mozgalom, hogy a katonai szolgálatot megtakadták. Most ennek keretében Magyarországon is elindult, elsősorban Bülányi György nevéhez fűződő közösségek területén a szolgálat megtagadásnak a jelenség a magyar hadsereg részéről, és ezt nagyon nehezen tudták kezelni, és miután itt lelkiismereti okokra hivatkoztak, ezért a államegyházi hivatalon keresztül igyekeztek Lékai bíboros urat elérni, hogy az egyház ítélje el ezt a magatartást. Most ennek keretében, hát ugye Bulányi Györgynek előszedték az összes tanítását, és hát nyilván találtak olyan megfogalmazásokat, amelyek hát nem pontosan egyeztek a katolikus tanítással. Ugye amikor beszéltem arról, hogy az úgynevezett látványos megfogalmazásokat igyekezett kerülni Ratzinger bíboros, hát ezek a látványos megfogalmazások, és akkor hát ugye ezeken keresztül hát próbálták egy ítélet felé, és Benedek pápa már akkor nagyon komolyan foglalkozott az 5. Pius papi társulattal, akik a II. Vatikáni zsinatot elutasították. És őket is igyekezett, ahogy igyekezett a felszabadítás teológiáját úgy kezelni, hogy ne kiközösítést legyen belőle, hanem a párbeszéddel megoldjuk azokat a nézeteltéréseket, pontatlan fogalmazásokat, amelyek előfordulhatnak egy-egy kiélezett helyzetben, és ennek keretében, hát nyilván a kiélezett problémára való kiélezett választ kell adni az egyház életében is. Most ez volt a Bulány ügyben is, és tulajdonképpen elérte azt, hogy nem kiközösítés lett belőle, hanem bizonyos püspöki hát büntetés kapott Bulányi György a Lékai bíboros úrtól. De nem zárták ki a közösséget, a közösség tagja maradt az egyháznak, és ilyen értelemben hát közvetítő szerepe volt. Egyébként Ratzinger bíboros rengeteg díjat kap a officium idején, ugyanakkor hát páncél bíborosnak is nevezték, aki hát nagyon világosan és egyetlen védte a keresztény tanítás tisztaságát, és igyekezett megfogalmazni azokat. És ugye ennek a megfogalmazásnak a része az egyház katekizmusa, ami ilyen
tisztességes vastag könyvben van megfogalmazva, és ezek nagyon korrekt és tisztán meg vannak fogalmazva, katolikus tanítás és modernül, bár még pontot elolvassuk. Ugyanakkor van egy rövidebb megfogalmazása is, amit a II. János Pál, Szent II. János Pál kérésére ő készített, nyilván munkatársaival együtt, ahol az ifjúság számára szedik össze azokat a tanításokat, amelyek fontosak. Magyarul az életrajzok közül, ugye Lukács László írta meg az Igazság munkatársa című könyvét, amiben a Ratzinger bíborosnak, illetve Benedek pápának az életét foglalja össze és tanítását, illetve egy német szerzőnek, a Peter Sebaldnak jelent meg két kötetben a 16. Benedek élete című könyve. Az első kötet nagyobb részt a németországi életéről szól, illetve a második kötet az a római működéséről és életről is lett pápaságáról szól. Betölt minket. Katolikus családban nevelkedtem. Itt jártam hittanra, barátokhoz, itt voltam első áldozó, és utána egy kicsit eltávolodtam a hittől, de gimnazista koromban az egyik legjobb barátom, akivel egy osztályba jártunk gimnáziumba, kiderült róla, hogy ő egy nagyon élő és nagyon fiatalos hittanközösségbe jár a nagy templomba, ahová ő meghívott engem. És ez a hittancsoport, ez egy nagyon erős benyomást tett rám. Az volt a jellegzetessége, hogy hónapról hónapra választottak az evangéliumból egy mondatot, és ezt a mondatot, az evangéliumnak ezt a mondatát igyekeztek a gyakorlatba ültetni. Volt egy olyan fontos eleme is ennek, hogy a megélt tapasztalatokat utána közösbe tették, elmesélték egymásnak, és ez nekem egy nagyon fontos tapasztalat volt, mert ezzel úgy éreztem, hogy nyílik számomra egy lelki út, egyfajta éreztem, hogy egyre közelebb kerülök Istenhez, magához, aki az evangéliumból szól. És aztán kiderült később, hogy ez a közösség, ez tulajdonképpen része egy nagyobb közösségnek, ami az akkor már évek óta itt Magyarországon is jelenlévő Focolare mozgalomnak, Focolare lelkiségnek az egyik plébániai közössége volt. Később kapcsolatba kerültem azokkal az első úgynevezett focolarinikkel, akik ennek a lelkiségnek, az Istennek szentelt közösségének a tagjai voltak, és ott még erősebben láttam ezt, hogy az evangéliumot életre váltva, gyakorlattá váltva, egy milyen erős szeretet közösség az, ami közöttük van. Ők úgy mondták maguk között, hogy szeretnének, tehát úgy próbálnak élni, hogy ez a szeretet olyan erős legyen közöttük, hogy szinte Jézus is megjelenik közöttük. És engem ez nagyon magával ragadott, nagyon erős hatással volt rám, és éreztem, hogy ez nagyon, nagyon vonz engem, nagyon tetszett. És aztán néhány év múlva, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor eldöntöttem, hogy én is ilyen módon szeretnék élni, szeretnék ennek a közösségnek a tagja lenni, és a legelkötelezettebb módon ennek a lelkiségnek a céljaiért élni. Az életemben az egyik legnagyobb újdonság az pont ehhez a nagytemplomi ifjúsági csoporthoz kötődik. Ennek az újdonsága, hogy más az, hogyha az evangéliumról csak beszélünk, megpróbáljuk értelmezni, és más az, amikor van egy komoly törekvés arra, hogy ez a hétköznapokban, minden napokban, minden nap az életünk részévé váljon, megjelenjen a kapcsolatainkban, és abban a tevékenységben, a munkánkban. Dr. Kishonti Roland a Focolare mozgalom tagjaként Kamerunba ment szolgálni.
közel 3 évtizede ez a kórház működött, és egy nagyon szép közösséget találtam ott. A kórháznak a közössége is része volt a Focolare közösségnek, ami azt jelenti, hogy egy olyan közösség, amely próbálja az evangéliumot folyamatosan élni, életre váltani, és az ott megélt, a hétköznapi életben az evangéliummal megélt tapasztalatokat közösbe tenni. Én orvosként kerültem oda, sebészként dolgoztam ebben a kórházban, én voltam az egyetlen sebész több mint 10 éven keresztül, és a legszebb dolog az volt számomra, hogy a szakmai munka mellett, ami ugye hát azért kihívásokkal teli, mert nagyon eltérő képzettségű és tapasztalatú kollégákkal kellett megtanulnom egyedül dolgozni, ami nagyon szépen sikerült az évek során, de hogy emellett, a szakmai munka mellett nagyon sok figyelmet fordítottunk arra is, hogy egy gyógyító közösséget hozzunk létre. Egy gyógyító közösség, ami azt jelenti, hogy a munkatársakkal szeretetben élni, tiszteletben élni, abban a hitben, hogy vagy azzal a vágyal, hogy legyen egy olyan erős szeretett közösség közöttünk, hogy amikor a beteg bejön ebbe a kórházba, akkor ne csak egyszerűen orvosokkal, nővérekkel találkozzon, akiknek köszönhetően testileg felépül, hanem egy lelki tapasztalatra is szert tehessen. Lehessen ez a gyógyító közösség a számára egy lelki újrakezdés helye, egy lelki megújulás helye, ahol megpróbáljuk az evangélium szeretetét átadni, azzal körülvenni, és ilyen módon a testi gyógyulást egy lelki újrakezdés is kísérhesse, amikor elmegy a kórházból. Ez nekünk napi tapasztalatunk volt, ennek az öröme, hogy látni magunk között egyrészt, hogy milyen szépen együtt lehet dolgozni, amikor ez a törekvés ez állandóan jelen van, és látni a betegeknek az örömét, az ő hálájukat, akik sokszor kifejezték azt, hogy elmondták azt, hogy úgy érzik, hogy minthogyha Jézussal találkoztak volna ott közöttünk. Voltak esetek, amiket mi úgy tartottunk nyilván, mint kisebb fajta csodák, tehát mert tehát ott Kamerunban, a trópusi esőerdő közepén volt ez a kórház, ahol nekünk nagyon sok mindent egyedül kellett megoldani, specialisták nélkül, intenzív osztály nélkül. És emlékszem például egy testvérpárra, akik nagyon súlyosan megégtek. És az egyik fiú, az egyikük meghalt, de a másikuk is olyan súlyos, több mint a testfelületnek több mint 40%-át érő mély égése volt, amit hát az ottani körülmények között nagyon nehéz volt kezelni. Az édesanyja is megpróbálta ezt az egész helyzetet, hát úgymond Isten kezéből fogadni, és kész volt arra, hogy bármi történhet, és emlékszem, hogy mi elkezdtük a sorozatműtéteket, a plasztikákat, a plasztikai műtéteket, mindazt az intenzív ellátásnak azt a formáját, amit olyan körülmények között lehet adni. És ez a kisgyerek, ez több hónapot ott töltött a kórházban, és végül sikerült meggyógyulnia. De hát nem állt rendelkezésre az a technika, ami meg az intenzív kezelés, ami mondjuk itt Magyarországon vagy Európában rendelkezésre állt volna. De ott az a szeretet, az az odaadás, az a törekvés, amivel mi, és persze, ugye mi ott rendszeresen imádkoztunk a betegeinkért is, rendszeresen az imával elkísérve ennek a beteg gyereknek a történetét, aztán ő meggyógyult.
Az egyik ilyen nagyon gyakori betegség a tífusz, hastífusz, annak súlyos szövődményével, a genyes hashártya gyulladással. És sok olyan betegünk volt, akik nagyon előre haladott, nagyon súlyos, ilyen genyes hashártya gyulladással érkeztek hozzánk. És ott is emlékszem esetekre, ahol hasonlóan ugye a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva, de ugyanígy sok szeretettel, odafordulással és imádsággal elkísérve sikerült megmentenünk életeket. És mi ezeket mindig a gondviselés számára írtuk, mert olyan súlyos állapotból sikerült aztán föltámasztani betegeket, hogy éreztük, hogy ez valamiképpen válasz erre a fajta elhivatottságra, amivel mi ott próbáltuk végezni a munkánkat. Isten betör az embernek az életébe, meg akarja szólítani, rá akarja irányítani a figyelmét az ő saját hivatására, küldetésére, szinte így a betegséggel Isten így betör az ember életébe. És nagyon fontos ez, hogy orvosként, meg gyógyító közösségként tudjuk tisztelni a betegeinknek ezt a dimenzióját is. És ezért érzem azt, hogy a tudomány az fontos, de az csak az egyik része, az egyik eleme a gyógyító munkának. Ott van a másik rész, az, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogy a betegeink tudjanak válaszolni erre a hívásra, amit a betegségben tapasztalnak meg. A saját életemben megvalósul ez amit Jézus azoknak ígér, akik mindent elhagynak érte, ez a százszoros minden szempontból. Hát egy példát mondok, például ugye Kamerunba élni, Kamerunba menni, itt hagyni a kultúrát, itt hagyni a szokásokat, a barátokat, családot. Ez már önmagában egy nagy lemondás volt. De ahogy telik-múlik az idő, és igyekeztem teljes erőbedobással ott kapcsolatokat építeni a helyi közösségen belül, látom azt, hogy sok minden tér vissza. Tehát én ott fiatalokkal foglalkoztam, nagyon sok fiatallal. Egy mély lelki közösség alakul ki. Ez a lelki közösség, ez azt jelenti, hogy fiatalok, tehát látjuk azt, ahogyan ők felfedezik a hivatásukat, megtalálják a helyüket az életben. Különböző hivatásokról van szó, tehát van, aki a papságot választja, van, aki a szerzetességet választja, van, aki keresztény családot szeretne alapítani, és ennek a szépsége, az öröme, ez mind egyfajta belső gazdagsággá válik, és érzem azt, hogy kifejeződése annak a mély Isten kapcsolatnak, amiben én saját magam is élek. Tehát, és ezek a kapcsolatok aztán tartanak az időben, nagyon közel vagyunk Istenhez, nagyon szinte benne élünk, és állandóan jelen van az életünkben. Az evangéliumnak az egyik központi üzenete az mindig valahol a szeretet körül szól. Tehát, hogy legyen egy fejlődés bennem, hogy megpróbálok mindig szeretettel fordulni másik fel, azok mellé, akik mellettem vannak, szeretettel végezni a munkámat, és annak a fölismerése, hogy Isten végtelenül szeret engem. És ha ez a fölismerés, ez ott van bennem világosan, én erre szeretnék válaszolni. És a válaszom pedig azt szeretne, hogy legyen, hogy egyszerűen megvalósítom azt, ami szinte betűről betűre a gyakorlatban, igyekszem megvalósítani azt, amit ő maga mondott nekünk. És én úgy érzem, hogy ilyen módon van jelen minden pillanat, vagy a hétköznapokban, hogy ez a fajta tudatosság, hogy én nem csak úgy megszülettem, vagy csak úgy élek a világban, hanem
meg vagyok hívva erre, hogy az evangéliumnak ezt az üzenetét, a szeretetet, a kölcsönös szeretetet, a meghívottságot az Istennel való egységre, ezt a lehető legkonkrétabban megéljem. És nagyon fontos az is, hogy ezt egyedül nagyon nehéz, de hogy hogy tagja vagyok egy olyan közösségnek, ahol sokan szeretnénk ezt. És hogy ez együtt lehetséges, együtt segítjük egymást, gazdagítjuk egymást a megélt tapasztalatokkal, és így nem csak egyedül haladok előre, hanem együtt haladunk előre. Legközelebb február 22-én találkozunk Hamvazó szerda napján, amivel kezdetét veszi a nagybőjt. Ezzel kapcsolatban a bőjt, a bőjtölés lesz adásunk fókuszában. Addig is bármikor újra megnézhetik a korábbi élővízadásokat a YouTube-on, és a híres.hu oldalra is felteszünk külön is néhány riportot. Köszönjük, hogy velünk tartottak!